Édesanyám, édesanyám. Nagymama. Alázatos szolgája, tekintetes szolgabíró úrnak. Jó napot, Hajlósi úr! Hová, hová? Én kérem csupántli. Az alázatos tiszteletemet akartam tenni a tekintetes szolgabíró úrnál, de nem volt szerencsém a tekintetes hivatalában találhatni, ugye? És most tessék, a véletlen megadánékem, hogy pont itt... Hivatalos ügy? Ahogy veszük, kérném elássan, félhivatalos. Hallgatom. Itt? Ugye mégis a kérném tisztelettel az utcán? Ahol ránk jön, barátom. Ahol ránk jön. Ha egyszer hivatalos... Féli, kérném elássan, féli. Akkor végezzük el minél hamarabb. Ajegyző úr, tudja én, semmiféle halogatásnak nem vagyok a barátja. Közéleti bajaink a felére apadnának, ha idejében a... Erejüket vennék. Igenis, kérném tisztelettel, ha minden tisztviselő így buzgalommal állna a vártán, mint a tekintetes szolgabíró úr, hát a resség nyögdelő fellegei honunkegérről, mint a... Jöjjön le, azt kezdje. Igen. In medias res. Igenis, kérem alássan. Bizalmas természetű ügyről van szó. Na. Dr. Langyos főorvos úr vendége, Tasnádi Aranka őnagysága. Tudom. Mi ebben a bizalmas? Özvegy. Tudom. A gyász év még csak most fogant letelni. Ma déli harangszókor. Igen. Nevezett őnagyságának még leánykorában számos udvarlója akadt tisztelettel. Ez minden szép lányal így van. Igen, de egyet, mint hírlik, ha szabad magam itt kifejeznem, a legmesszebb menőkig kitüntetett. Ajatt úr! Ne a kulpám, de a kulpám, tekintetes uram. Köztudomás szerint nevezett hölgy boldogan nyújtotta volna kezét ezen érdemdús férfiúnak, ha a szülők máshoz nem parancsolják. Tesznek ilyet botorszülők valóban. De most nevezett hölgy újfent szabad. Ő nagysága nyilván élni fog-e szabadságával. Puntli! Erről van szó, kérnék tisztelettel, puntli! A tekintetes farkasfalvi Alispán úr, ha szabad magam itt kifejeznem, szintén szépnek találja a fiatal özvegyet. Hogy farkasfalvi? Horribile nőül is venni. Nőül? Nő tisztelettel. És oly ideája támadott tisztelettel, hogy a lelkori férfiúhoz a szép özvegy mindmáig hajlandósággal viseltetné. Ezért ezen illető őnék, itt már tudnélik farkasfalvi Alispán úrnak, az útjába tetszik állani. Nocsak. De ha ezen bizonyos lelkori lemondana a szép özvegy kézről, akkor ennek fejében a tekintetes farkasfalvi Alispán úr a most következő választáson segíthetné a tekintetes szolgabíró urat, hogy ő mellette pártvonalice másod Alispánnál megválasztasson nagy tisztesség, beiktatási lakoma, tűzijáték! Tűzijáték? Tűzijáték! És persze, ha én lennék a másod Alispán, ő lépne a helyemben. Ugyan! Hogyan is merészkedhetnék én egy ilyen nagy férfiú utódává lenni, mint a tekintetes szolgabíró úr? Szolgabíróvá lenni? Mert ugyebár a szolgabíró nagy úr, őt a megyegyűlés választja, és a törvényhatóság képviselője. Annál nagyobb az Alispán, mert hozzá tartozik az egész megye. Annál már csak a főispán a nagyobb, mert azt maga a király nevezi ki. És ugyebár ő jelöli ki azon boldogokat, kik jelöltként indulhatnak az Alispán választáson. Jó van, már elég, ajegyző úr. Ez volt volna tehát a félhivatalos dolog. Pontosan, kérem alássam. Akkor hát... Van itt még valami, kérném tisztelettel, amit a tekintetes farkasfalvi Alispán úr szigorúan mellesleg elpöttyintett, ha szabad magam itt kifejezzem, hogy úgy az ő legnagyobb pártja jutalmazhat is, de büntethet is. Summa-summarum a tisztújításon bukni is lehet. És akkor nix tűzi játék. Nix tűzi játék. Ígérget is, meg fenyeget is. Mert a kulpa tekintetes uram, hogyha egyszerű szavaimmal megbántani, netán megszélemlíteni sikerültem volna a tekintetes urat. Nem tesz semmit. Alázatos szolgája. Jövendő szolgabíró úr. Alázatos szolgája. De ne tessék elfelejteni, mert ahogyan a nóta is mondja. Jaj, de magas, jaj.
magas, az az ő félfogadó. Van-e benne tisztviselő eladó? Ha nincs benne tisztviselő eladó, ahogy a tekinteles úrnak parancsolni jön. Valóban igaza van ezzel sziszegű kígyónak. Farkas falvi nem is már mindenható. Mert pénze és ezzel színű ármánya hat megyét is megrontana. Korteskedni jövél? De bizony! Aztán ki mellett? Magam mellett, kérlek! Hogyan? Indulsz hát te is? Miért ne? Csak mondtál annyi eszem, hogy szolgabíró lehessek! No! De hisz a szolgabíró én vagyok. Aztán minek neked pesti ügyvéd léttedre? Negyei hivatal. Oka van annak, mindjárt elmagyarázom! Na de itt az utcán! Gyer, menjünk a lakásomra! Te mit nekem utca, vagy nem utca? Igenis, az utcán is lehet fontos dolgokról beszélni. Én kérlek, nem vagyok az előítéletek gépszerű állatja, hogy nem utca. Igenis, a jövő az utcáj. Félre a megcsontosodott konvenciókkal. Mindent megfogandunk változtatni. Él az újítás, a haladás, ami nincs az utcán. Olyan, kérlek, elég. Halljuk, barátom. Ki akarok törni a világból, akármibe kerüljön is? Mint egyszerű ügyvédnek, ez ugye lehetetlen. Pörök, poros akták közt eltesped. Nem nekem való. Két út van előttem, melyikkel induljak? A sajtó? Vagy a képviselőség? A sajtóhoz nem folyamodhattam. De kérlek, ez a Kossuth? Hát ez jó bén nálam. Maradt tehát a politika, mert nem ütik a jogászt agyon. Sárga Rikó, rossz Marikó, kalambom, minden pártban otthon vagyon. Sárga Rikó, rossz Marikó, kalambom, bárhová áll ott a haszon. Sárga Rikó, rossz Marikó, kalambom. Egy szóval vármegyéket kívánok boldogítani. Gyógyítani? Kérlek, megyétek ugyanis veszélyesen abnormálice, beteg. Igenis, még máshonnan a haladás szent igéje lábra kapott, ti nálatok a setét testfedés kislelkűsége magát az új idők szellemének orvossága által felőbe karoltatni nem hagyja. Ponnyad füleivel a közjólét vértanúinak kiáltását meg nem hallja, amit halotti dal zengenek a múlt betegei fölött, északtól délig, kelettől nyugatig. Aha. És vajon ki a fő testfedett nálatok? Farkas falvi! Az alisszánatok, kérlek! Ami pedig már megbocsássál, téged illet, mint szolgabírót, Hát én? Te pedig lány vagy. Langy. Úrkiköpésileg. Se hideg, se meleg. Amint kicsit haladol, azon mód visszatorpansz. Mert látod te, hogy beteg a közjó, de csak csupán csöpögteted a beteg szájába az orvosságot. Hát nem is itce szára. Pedig barátom, itce homo, amint a latin mondál. Várdom és én hatalomra jutván rögtön bevezetjük a közboldogságot. Törvénnyel! Nem várhatunk! Időnk méhet rambulin minékünk, kiket zajló láng kebelére ölelen a jövő. Ezért elhatározzák, hogy a városnak orvosra és őrangyalra van szüksége. Vagyis tere ám. Konkrét ígyszer, érve ám. Közbölcsességünk engem választott ki a közakarat érdemtelen, nem elhivatott szolgájának.
Vivát, vivát! Sok sikert, barátom! Ezek szerint te leszel az új szolgabíró. Én pedig a választás után megszűnök hivatalomban maradni. Nem úgy van az, hanem emelkedni fogsz. Mert fontolva ugyan, de mégiscsak a haladás barátja vagy, egy szimpatizánt. Hozzá van egy tiszta jellemet, kérlek, és egy igazságszereteted megyei lebontásban. Nekünk szükségünk van rád! Legalábbis egy darabig. Csinálunk belőled Alispánt! Na? Belőlem? Alispánt? Azt hát! A tisztújításon te fogod kibuktatni a székéből Farkasfalvit. Ez mondjuk határozat le van disputálva. Én persze, mint szolgabíró, a haladás lángpallosaként veled tüzes ellenkezésbe fogok állni, a következő választásig pedig elrepül az idő, ne félj. És? Mit és? Akkor aztán én leszek az Alispán is. A haladás forgószele, én már a roham léptekkel... Na jó, de velem mi lesz? Te kimaradsz, barátom. Én? Aki szimpatizáltam veletek? Ne félj! Kapsz olyan magas hivatalt, hogy nem győzöd zsebbe. És ti az én megvesztegetésemmel kívánjátok boldogítani a hazát. Azzal, amire szükség van, barátom. Az eszközök megválogatásában nem lehetünk fínnyásak. Persze a mástes mindezt. A háborgástok nem ismer határt. Ezek szerint csak nektek van jogotok a nép erkölcsiségét megrontani. Ösmerem ezen undok ellenvetést, olyannyira, hogy nem is válaszolok rá. Darabos, menjen és intézkedjen a tőzsdén, hogy kavarjanak. Most verjék le az itteni részvények árát. Aztán majd, ha győztünk, újra felverik őket. Melli, te itthon maradsz. Nem sokára visszajövünk. Hölgyeim! Szolgabíró úr, Kinga, te menj előre, úgyis utolérlek. Azt tudom. Szolgabíró úr. Rózsabokorba jöttem a világra, nem nevelt az édesanyám hiába. Járt utánam három falu legénye, én meg csak úgy csalom, ha végig sétálod a fő utcán, nincsen, aki ne nézni le az orcán. Azt susogja a fiatalja, öregje, jaj, de csinos, de takaros, ez a kicsi barna piros megyecske. Ajajajajajaj! Midőn Pesten lakott udvarlói közé tartozik. Nagy madám, mondhatom. De egyébként csak akarnom kéne. No, akkor az Alispánunknak lennél a vetélytársa. Farkasfalvinak? Ezután eseng a szép özvegynek. Hogyan? Na, azt már nem. Mert ez már politikai kérdés, barátom. Ha ez a baktokány hozzájut Aranka vagyonához, a fél országban azt választott meg, akit akar. Ezt én is legnagyobb pártom a leghatározottabban meg fogom akadályozni. Te? Aztán miképpen? Kutya harapás szőrivel, amint a népajt mondá. Magam veszem el a szép özvegyet. Ha Isten és a szép özvegy is úgy akarja. Hát csak véltoztassék úgy akarni. Majd teszünk róla, hogy úgy akarja. Micsoda vagyok, barátom! Én ezzel a frigyen legnagyobb pártom, következésképp a honült vérdekeit mozdítom előre. Most politikából vagy szerelemből akarod elvenni? Mind kettőből! Egyik kezemben pártunk kevele, a másikban... Nem. Érted? Államférfiúk vagyunk. Közérdek és önhaszon ízentül még sosem fonódtanak össze, mint az én tiszta szándékomban. Mert azt mondja, hogy... Nem ütik a jogásztagyom! Jossz! Humánum, jussz, primátum, sárga ringom, rozmaringom, galambom. Liberare officium, sárga ringom, rozmaringom, galambom.
Patronatus, usus, fructus, sárga rigó, rossz farigbőnk a lámba. Hey! De az, gyerünk, gyerünk, barátó! Éljen a Pesten minden szoba leány ilyen takaros. Hizelkedni tetszik? Én nem. Ha nem? Ha nem, mintha nem volna túl jó a színed. Nekem-e? Neked, olyan halavány vagy. Akarod, hogy meginspekciózzalak? Igen, nekem semmi bajom, kezi csokor. Jól érzem magam. Azt te csak úgy gondolod, jól érzed magad, aztán egyszer csak. Egyszer csak. Egyszer csak? Szintóma? Ja. Nem volt egy könnyes kis Márián? Na, csak ide a kezecskédet! Hadd látom, a kis üteredet! Üteremet? Milyen hevesen lükönk a véred! Nekem-e? Neked! Na most meg aztán beelpirultál! Jön, nem úgy tetszik szorítani a kezemet, hogy minden vér a fejembe tolókodzik! Na, akkor nyújtsad ki a nyelvedet! Na nyújtsad ki, hát én orvos vagyok, nekem megmutathatod. Hadd látom, milyen színű a kis nyelevecskéd. És ha milyen színű? Hát akkor beteg vagy. Na oda bent a rendelőben megmutatod nekem? Ja, hát hogy mehetnék én be oda kettesbe egy alacságos urra? Nincs ott mitől félned. Utcú ellenőrizet. Erigyél be te magad! Aztán magam minek menjek be oda? Találsz az asztalon két üveget, a barnát hozzad ki. Egy kis nyúkkeverék, az majd jót tesz. Aztán kinek tesz az jót? Nagyságos úrnak vagy nekem? Neked, te! Tűzipattanás! Mert három bokor saláta, kis angyalom, három kislány kapálta, kis angyalom. Nem kell nekem saláta, csak az, aki kapálta, kis angyalom. Nem kell nekem saláta, csak az, aki kapálta, kis angyalom. Na, kapálásról, arról szó sem lehet. De, ha parancsolja a nagyságos úr, ez a Nelly, hogy kitanulta Pesten ezt a szobaleányi iskolát? Kisvárosi asszony lettél. Oly kényelmesen jársz, hogy alig tudsz vélem lépést tartani. Mert te meg rohansz nyakad töriglen, az pedig egészségtelen. Ja, mi odafönn a fővárosban, ehhez szoktunk, drága. Lassan járj tovább! Hogy is fakad ez a népajkon? Mindegy. Fáj! Kivéve a politikát, mert abban magam is a gyors haladás híve vagyok, és nem a pártoké, mert nekem teljesen mindegy, hogy kinek mi a színe. Piros, 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 bort az üvegbe,
vajon mire kapatott te a feleségedet? Másról se kegyeskedik beszélni, mint a pártok és a pártok. Hát a fejem belesajdul a sok haladizásba, meg maradizásba. Ó, Isten, ments, hogy én szoktatám rá! Dehogy is nem te, mert neked csak a kávéházadban, meg a puncsaptáló betegeid, kik tőle idődet elrabolják. Nékem is csak kell valami élv, hogy ne kapnők rá a hírlapokra, meg a röpiratokra. Édes kép! Édes kép! Én szívesen foglalkoznám veled, de hát tudod, jó, hogy a rengeteg elfoglalkozom. Elég, nem kérek a családi perpatvarról. Nem baj, ha a férj nem foglalkozik a feleségével. Na. A fő lényeg, hogy más nővel ne foglalkozzék. Nelly! Nelly, hol van ez a leány? Ó, bizony, arra kinnidűz a kertben. Az ilyen városi szobaleányok oda vannak a virágért. Ki van a rendelőben? Hú, senki, a Hektor! Hektor, maradj szépen csendben, most nem szabad kijönnöd! Rudolf, miért vagy ilyen zavar? Én zavar? Én, édes kém, tévedsz ebben, tudod, súlyos beteghez megért, és ilyenkor az orvos meglehetősen zaklatissimus. Hát akkor csak siessetek. Na jó, nem úgy sietek, hogy mennem kell. Mit mondasz? Hát miért váratod, szegény? Édes kém, a dolog súlyos, de nem sürgős. Csak nem azt mondod, hogy németkor jobb, ha az orvos elkészül. Igen, nem, dehogy nem. Mivel tudod, még sosem láttalak így izgatottak. Ó, ebben csalatkozol, édeském. Hidd el, ebben csalatkozol. Alázatos gráciát esdek meg a zavargásért, de levelet hoztam. Ő nagyságán. Mi az ez? Az alispántok ír. Farkas Falvi, mi dolga véled? Hogy mi? Még ilyet? Egész ünnepélyességgel megkéri a kezemet, s közli, a válaszért hamarosan maga jön el. Aranka, az Istenért, hozzá ne menj Farkas Falvihoz, az egy maradi. Egyenesen tesz a haladásra, a felvilágosodásra. Az egy... Sötét Lajos! Egy... Uhu! Valóság! Édeském! A hatalom kutyája! Ja, a kutya az még jobb, édeském, a kutya! De nem veszed rossz néven, sógor, hogy ha mi most elvonulunk! Ó, de én, dehogy, csak vonuljatok egész nyugodtan, vonuljatok! Heres Kálmán pesti ügyvédbarátomat bevezess. Nagyon örvendünk. Isten hozta, ügyvéd úr. Isten hozta, a szolgabíró úr. Önnagyság ismerettségével már büszkélkedhetem. Ó, és hát szabad remélem, hogy nagyságos testvérének is kegyeskedett rólam néhány szót ejteni. Főorvos úr, örvendek a szerencsére. Ó, de talán méltóztassanak az elfogadó szóval. Ugyan kérem, jobb idekén a természet lágyőlén, minek én nagy barátja vagyok. Szabad embernek, szabad természet kérem. Úgy méltóztassanak, helyet foglalni. Darabos. Horribile, mi át szebb foglalatot az ékes úri dámáknak, mint a pompás kert, a gyönyörű fák. Hölgyeim, csekésség. Idill. Nem lehetne odébb idill. Minek köszönhetjük, hogy az élvdús festetőn odahagyja? Kérem. Én világosságpárti vagyok, és mint a Pest egéről a legragyogóbb csillag letűnt, annak sötétségét tovább nem szenvedhettem. Ön mindig csak a régi hízel. És mi újság Pesten? A pártokkal? Az egyik párt a hosszú loknikért lelkesedik, a másik a rövidél. Főnökségem nyilván a politikai pártokat gondolja. Mármint a politikai. Kérem, ezer mea culpa. Én azt gondoltam, a hölgyek inkább a divatra kíváncsiak. Igen, az jobban is illik hozzájuk. Férjem akarattalan a rabnőkké szeretni az asszonyokat aljasítani. Igen, édeském. Mert azt hagyta rám az apám, a nagyapám, a dédapám, az ükapám, a szépapám, a boldogapám, hogy... Nékem olyan asszony kell, a beteg és kenjen fel, őszze meg a vagyodát. Úgy várja, haza az úr.
várja haza. Hallottá, fenéke vajára, ezt hagyká, hagy beteg is, kegyedre, nagy avatkozzunk a közügyeibe. Akkor is legelébb a pillantásunkkal. Mi a gyenge férfitán jó ügyekre képes kommandírozni. Sobor asszonyka, ha csak nem akarsz-e meg pillantással korteskedni? Ki tudja? Ugyan miért nem? Ó, bár volna szerencsém így kortes pillantásoktól emeltetni. Ha csak nem ön is jelölteti magát a tisztújításon. Nacsad, a vesémbe lát, ha szabad magam kifejeznem. És melyik állásra pályázik? Hemes barátom helyemet akarja elfoglalni. Az ön helyét? Szolgabíró akar lenni? Azt remélem, asszonyom, hogy pár év is a sári bivajból, ami a vármegye, eget hasogató sasmadár lelbuzgóságom nyomán. Ó, sasmadár. 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 Sári bivaj. Mi nemes szándé. Reám, ön számíthat, s remélem Aronkára is. Már elnézést, hogy újra ide szavárkodom, de Bokrosné őnagysága kéreti a tekintetes főorvos urat, hogy tessék minél hamarabb hozzája sietni. Ilyen mi baj van már megint? A kisasszonynak vannak görcsei. Ugyan már, bizonyára megpofozta a szobaleányt és görcsbe rándult a keze. Aztán majd a cselédlánynak fog a hajába kapni. Szóval sem értemes szerint. Nem értelek. Eddig legalább a hivatalod iránt volt benne némi buzgonária. Hát édeském, inkább törődjél a vendégeinkkel, mutasd talán meg a kertet. Megyeszerte híres. Nagysága, megengedi! Csak karomat elfogadja. Ösz nekem szabad a nagysám karját. De papernyőim nélkül ki nem lehetünk. Nelli, hol bújkál a haszontalan leány? Mi volt ez? Semmi, csak a Hector! Hector, maradj szépen csöndbe, még nem szabad kijönnök, majd én utána nézek a napernőt, édeskémi, sógorasszonyka hozzá. Főorvos után a vadászat, barátja? Jó, de hogy csak divatból tart puskát megvizsláltam. Igen, mert meg is hoz, itt van a napernőt! Sógor! Tán csak nem a szerelem bánt, hogy így meg vagy zavarodva. Főorvos úr nyilván valami orvosi feladványon töri a fejét. Valami úgy gyógyult. Főorvos úr, ne visszük magunkkal a vizsláját is! Hector! Hector! Nagyon harapósám az, nincsen még, tessék már segíteni egy kicsikét, ne tártsa itt a száját az ügyvéd. Úgy, hogy szépen tartsa. Tudja, ez a kicsi Hector, ez még nincsen kitanítva. Adja hozzá 4 hétre, jurátusom majd kitanítja, nagyon ért hozzá. Azt elhiszem, hogy kitanítaná. Olyan kezes lesz, már bocsánat, mint egy szobaleány. Fagáó, Főorvos úrnak, tiszteltem, hogy nagyság! Megbocsát, hogy már is személyesen adtak hírozni, bátorkodta magam nekem. Nem vagyok hihányó vezi. Nem vagyok hihányó vezi, sose voltam részek, amiért én imádkozom egy kis csalamb részek. A rajlózás, nem bárna, kicsi asszony, sokkal várna, mindig a nyomban. Ez a lelkem álma. Lenne csak egy ilyen kedves, csendes felé fáradt. Én lennék a legboldogabb ezen a világon. Aranylózat, sikert várna, kicsi asszony, sokkal várna, mindig a nyomomban járna. Ez a lelkem álma. Lenne csak egy ilyen kedves, csendes szerint várom. Én lennék a legboldogabb ezen a világon. Ezen bocsánat.
te 23 létemre, ugye bár, ott vágyaim, valamint a kérőlevelemet leporgó körülmény. A kérőlevél? Micsoda kérőlevél ez? Á, helyes úr is itt van! Istennek hála, legalább egy éve elmúlt, hogy nem volt szerencsém. Valóban! Ha nem csalódom, pörben jártam el bizonyos hiányzó pénzösszegek miatt. Hát igen, sajnos volt. Na és felejtsük el, beszélj másról. Darabos, menjen és keresel a farkasfalvi aktákat. Hát felejtsük el, hát beszélj másról. Hát na és, hát felejtsük el, ugye? Felejtsük talán el. A kérőlevéről, ha szívesked, de bőveben, uram! De uraim, uraim, ne felejtjük, hogy éppen sétára indult a kis bizonyára tekintetes Alispán úr is. Örömmel önökkel tart a kertbe, megint szerte híres is egy ilyen szép nap. Ugyan, és a szép napot a nagyság egyetlen picsik az a életem legszebb napjára tett. De Alispán úr itt és most... Miért ne kérem a lássam? Egy 23-nál ez így megy. Én szeretem a gyors lerendezést. Aztán vágtok itt a vihetet. Ha szabad így kifejezem magamat. Az egész vármegye tudja, hogy a szívem rég nagyságot ér dobog. Imád! Tisztes tanuk előtt élő szóval újítom meg kérelem. Adja nekem a szívét, nagyság. És én állítom, hogy szerető és tisztelő félvezetem önt csúcsain és völgyein. Azaz, örömben és bánatban élete változatos pályáján. Alispán úr, uraim, talán inkább a kert. Bocsánat, nagyság, ezer pártól, de nem hallgathatok, ha tán a felszólalásomat rendkívüliségé és gyorsasága folytán Gáncs is éri. Én kérem, nem vagyok az előítélete gépszerű állatja, miként azt remélem, nagyság magvas szellemét is átmelegítette haladó korszakunk, forró lehe, s vakmerőségemnek helyet kegyeskedik ad. Ügyvéd ura, ez a bevezető. Hosszú, tudom, de most már rövid leszek. Nagyság ismers, tudja, hogy nem kenyerem a kétkedés. De a legkötelezőbb szerénységgel is állíthatom, hogy Magyarország évkönyveiben a heves név gyakran. Én sígem magas Ázsióban cseng. Ezért őseim minden nyíltságával vagyok bátor. Szóval kérem, hát mit kinthatál? Az igény és az ügyvéd úr bizonyos, ha szíves lesz. Nem, és nem leszek szíves! Én a nagyságot első megpillantása óta szívem egész dobogó tűzével szeretem. Ajszára azon tűzzel, mely hazám boldogságáért fakadott. Uram! Kegyes válaszatlan a nagyságodnak tértem, Iglen, tekintettel a körülmények rendkívüliségére, s a hon üdvére, melynek nehéz üterét vállamon hordozhatom. Az a kérem, mégis van ebben a honban egy érkezési sorrend? Az Alispán úr levelét egy fél órája kaptam készhez, az ügyvéd úr pedig ebben a pillanatban nyilatkozott. Hát megérthetik, hogy egy gyöngyölőnek időre van szüksége! Bocsánat, uraim! Testvérem belátja, hogy ilyen nagy idők gyors válaszokat igényelnek, és ami más mondják hetek, sőt, hónapok tépelődése, az néki pár perc lesz, megígérhetem. Most visszavonul vélem szobámba, addig tessenek türkőz. Gyerek, uraim! Hamarosan! Cica! Két cica! Száz cica! Jaa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 a
gyere! Kis teco! Nagy teco! Haranka! Jaj! Nem szeret már csak egyetlen gecet! Jaj, de szép kis állat a cica! A kis cica! Hej, de még szebb lány az Haranka! 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 Nem! Cica, ki? Cica, száz, cica, jaj! Megfogtam az icipici egyet!
hogy a női gyöngéség vagy gyöngeség írásban parancsolja megfelelően tisztelt kérői nagybecsű ajánlatát. Én, aki ma délben letehetem a gyászt, vagyok szerencsés ünnepélyesen kinyilvánítani, hogy az alispár nejévé szándékozom lenni. Mondom, hogy az enyém. Azért tudni, aki a tisztújításon alispánnál megválasztatik. Addig pedig kérem, igen tisztelt kérőmet, hogy mindennemű zaklatásommal fölhagyni szíveskedjenek. Özvegy képszegi álmomni született a sárgi arom. Akkor is az enyém! Pártam a legnagyobb, az apparátus birtokom! Uraim, ajánlom magam! Lát, megmondtam, hogy az enyém! Nem most már alispár sem ötössz! Miért ne? Pénzem van, főispár, rokon! Arra enyém! Hát én? Te barátom, most igen, de majd kitalálunk valamit. Vannak bizonyos érdemeid. Velem jössz. És te benned a főorvosunk! Istenem! Ó, én tisztelt szolgabíró, múlhatatlan együttérzéssel vagyok. Hát, nem a kócsot! Elmutatom
Cselin lánya haját. Korábban kellett volna érkezni. Mi lesz, ha elterjed, hogy a betegeid nélkülön is meggyógyulnak? Most gúnyolodol, sógorasszonyka, gúnyolodol? De majd, ha meghallod a hírt, micsoda egy hőség van! Már ez aztán nagy újság nyáron! Gúnyolodol, te is édeském, gúnyolodol, de majd, ha meghallod a hírt! Ivel el, sógorka, mert nagyon a kíváncsiság, aztán hozhatod az üvegcsédet! Szóval, a bokros nétól visszatérőben, a bűnbeesés patika előtt, ami... Tudod, sógorasszonyka, azt nálunk azért nevezik bűnbeesésnek, mert hogy a paradicsomi almafa van rajta, még hozzá a kígyóval... Miért már a dolog? Hát nem magyarázgass! Hogy édeském, csak a sógorasszonykának akartam elmagyarázni, hogy a... Szóval a bűnbeesés patika előtt... Nem tévedsz, sógorasszonyka, nem is a bűnbeesés patika előtt, hanem a szürke csacsi... Szóval a szürke csacsi patika előtt! Nem, sógorasszonyka! A szürke csacsi az nem patika. A bűnbeesés is a patika, a szürke csacsi az... Vendégfogadó, halljuk már, mi történt? Hát az, hogy találkoztam ezzel a heves ügyvéddel. És? És hódolat teljes kis csókját küldi. Nagyon köszönöm. Hát ez nagy újság, köszönöm. Hát csak ne nagyon köszöngesed, sógorasszonyka, csak ne nagyon köszöngesed. Hogy? Fogom a te belőle minden egyes szót kihúzni. Azt édeskémmel, már te is összezavarsz, már se tudom, hogy hol történt, mi történt, hogy a bűnbeesés patika előtt vagy pedig a szürke csacsi. Erre hát mindegy az, sógorka. Nem mindegy az, sógorasszonyka, nem mindegy az, mert az egyik a nagy utcámban, ellenben a másik pedig... A tárgyra, Rudolf, a tárgyra. Pacientissimus, édeském, pacientissimus. Szóval, ez a heves éppen indult kikocsizni a vidékre az ő kedves választóihoz. Na, nála egyszer szolgabíró akar lenni. Szolgabíró? Alispár! Alispár? Alispár! És ezt ő maga mondta? És én hoztam a hírt. Ő maga mondta? A tulajdon különbejáratú szájával. Erborum szó szerint azt mondtam, hogy amíg... Na, inkább elmesélem az egészet az elejétől fogva. Azt mondja nekem ez a heves, hogy jó napot, főorvos úr. Nem, azt mondta, hogy főorvos úr, jó napot, én. Erre én, jó napot, ügyvéd úr. A dologra, Rudolf, a dologra. Pacientissimus, édes. Én pacientissimus. Szóval, hogy általán kívánja üzenetetni a szép aranykamacsának, hogy megértette a célzást. A célzást? Ezt mondta így, a bakon állva, hogy a szép aranykam felismerte bennem a tehetséget, és a szép keze által akar engem reábuzdítani, hogy a... Nem ezt mondom, serkenteni. Serdíteni, hogy én legyek ennek a vármegyének az első tisztviselője. Te? Már úgy értem, hogy ez a heves. És még azt is mondta, hogy és én, főorvos úr, meg fogok felelhetni ennek a kacsói bizalomnak, mert hiszen aranyt a szép kezének reménye engem a lehetetlennel szembeszállani és fölbátorítani. És még azt is mondta, hogy kerek ez a zsembe. Hogy nem fél a zsebembe. Szép asszonynak, jónak. Mint egy jóvágású lónak. Kár megöregedni. Na, ezt mondta. Azzal az ő arany szájával. Ugye? Hát nem hiába fiskális. Na, ezzel aztán a lovak közé csapatot, én pedig siettem haza, hogy meghozzam a hírt. Kerre, ez a zsemle, nem fér a zsebembe. Ez szép asszonynak, jónak, jóvágású lónak, kár megöregedni. Ez szép asszonynak, jónak, jóvágású lónak, kár megöregedni. Na látod, milyen veszélyes játékba bocsátkoztál? Erre aztán nem számítottam. Bár ami engem illet, szívesebben akarnék heves felesége lenni, mint tornyai. Hogy is említheted őket egy lapon? Heves fiatalabb, elegánsabb és sokkal gazdagabb. Na az nékem nem szempont, van elég vagyonom. Nagy a befolyása a haladók pártjában, akárki lehet még belőle, ki tudja?
Egy esztendő múlva, ha Pestre utazol véle, az ifjúság fáklyás zenével ünnepel az ablakotok alatt, s majd a büszke férfi átkorul, s kimutat a hömpögő tömegre, hogy nézd, kedvesem, e dicsőség mind engem illet. Nád a házam, te teljetek teljesen, rászállottam cinege, cinege, esne róla, cinege, cinege, forogtál a világban, és csak a hírlapokból ítéled meg a politikai pártokat. Heves csak torz kép a szabad elvűségnek. Gyönyörű elveket kürtöl, de add csak hatalmat a kezébe. Már is a legkiállhatatlanabb zsarnokká fog fajulni. Nem hihetem vádjaidat, szavai oly édesek, annyira a szívhez szólnak. Nád a házam, rászállott a cideget. Te tényleg azt hiszed, hogy Heves engem őszintén szeret? Szava olyan őszintén csenget, hogy nem kételkedhetem, ás nem róla cideget. Na és ha Heves szerelmi ajánlatot fogad el más nőtől, most miután már kezemet megkérte? Ilyet ő bizonyosan nem tesz. Ha leszakad! Ha mégis! Mi lesz? Na ez az! Bocsánat, hogy ismét alkalmatlankodom, de talán a hírek, miket hozok, mentségemül szolgálnak. A legfontosabbat már tudjuk. Heves halúzni ment, vagyis ön ellen korteskedni. Szóval már méltóztattak értesülni róla. És ön? Ön eltes semmi? Három évi szolgabíróságom alatt megtettem mindent, ami csekély erőmből telt. Rábízom magam a választóimra. Rábízza? Tehát nem hajlandó küzdeni azért a... az arisztánságért? Küzdeni, de inkább megvesztegetni, ajándékkal bolondítani a népet, akit vezetni lenne kötelessége. Minden nagyra becsülésem az öné, de ez egyszer talán a mai nyilatkozatom után elvárhatnám, hogy kivételképpen... Fájdalom, de a becsület útjáról kiváltképpen sem akarok letérni. De ne aggódjanak, hogy igen, nagyságtok. Bízzanak a főispán bölcs belátásában. Ismerve Heves túlzó elveit, alig ha fogja jelölni. Alig ha? Hát te rokon, a főispán, a Berci bácsi. Nem, ez hiú reménykedés, szolgabíró uram. Heves jelöltetni fog. És akkor mi lesz? Akkor Heves lesz az alispán. Na de velem mi lesz? Nagyság rám nézvést újból elveszett. Úgyhogy... kék, ne felejts! Hogy érti ezt? Úgy értem, hogy kék, ne felejts! Kék, ne felejts! Virágzik a tópartján. Beteg vagyok, fáj a szívem, nem sokáig. De nem az én, hanem az én, a szorú, ha meghalok, a sírokra, sírhalmomra, ne felejtsd el, anyagot. De nem az én, hanem az én,
vissza nem lép, vagy ha nagyság, adott szavát meg nem szegi. Vagy ha barátomat hevest, pár bajban a fűbe nem lövet. Az Istenét nem! Abban ön bizonyos, hogy Farkas Valdi hivatalát meg nem tarthatja? Bizonyos vagyok. Választok őtől, mindenáron szabadulni akarnak. Na, akkor majd én! Esegem nagyság, ha ön az én érdekemben akár egyetlen fillérrel is közben... Na, akkor majd én heves! Elintézem! Alapka! Semmiféle politikába, ments Isten! Én nem vagyok tagja semmiféle pártnak! Hála a jó Istennek, úgyhogy ha megbocsátasz, de nem. Ha nagyon szépen kérlek, akkor sem. Ne haragudjál, sógorasszonyka, de nem! Ha belegyek véled a rendelődőbe, akkor sem. Hogy? A rendelőbe? Na, ne idegeskedj! Akkor bemegy valaki más. A kis nyelvecskéjével. A Hektor mondjuk. Hektor! Nem értelek, sógorasszonyka! Dehogy nem! Úgyhogy még ez órában elkezded a korteskedést, mégpedig Tornyaiára. Hát én ne haragudj, de hát hogyan is már megengedj, de miből? Jaj, de buta vagy te, sógorka. Természetesen az én kontómra. Persze ez nem derülhet ki. Ha kiderül, letagadom. Tanú előtt kijelentem, hogy letagadom. De sógorasszonyka, ilyesmit nem kérhetsz tőlem. Jaj, nem is kérem. Követelem. Vagy azt akarod, hogy a feleséged megtudja, hogy 10 forintot adtál egy csinos kis vizslának, akit bezártál a rendelődbe? Szilenció! Szilenció! Sógorasszonyka, csak azt a 10 forintocskát, azt ne! Hát tudod, milyen beosztó? Abba bele betegedne! Abba bele! Tessék! Egy kortes jelvény. Tűzd fel szépen. És most kezdődik a tánc! Come on.
Mindjárt bejelentem a tekintetes Alispán úrnál. Szépen, válkozik Kent. Ha még egyszer Kentnek szólít Tamásdi uram, hát bizony Isten, én is kendezni fogom az urat. Hallottad ma ilyen? Hát elment a Kent zsidó efe. Már még nagyságoljam is Kentet. Miért ne? Ha szabad kérdeznem. Nem én leszek az első zsidó, akit Tamásdi uramnál különben emberek megnagyságolnak. Ne, de ne vitázzunk ezen. Jelentse be hamar az Alispán úrnak, nem fogom az időmet Kendre vesztegetni. Nekem mondod ezt te? Hát porrá zúznak te, pajesz magyar. Én ugyanolyan nemes ember vagyok, mint a tekintetes Alispán úr. 15 évig voltam Frigyes huszár. Az már nem úgy van, barátom, mint régen. A legutolsó országgyűlés óta a zsidó is ember, kimondatott. Isten áldja meg a férfiakat, kik a törvényt csinálták. Már kergettek volna kitintetek. Azt ugyan soha nem teszik, mert sokszor megszorulnának pénz dolgában. Szájadat befogod, mert egy szavamba kerül, hogy bemondjalak az Alispán úrnak. Na, akkor mondja be Kent, hogy itt vagyok. Már megint kendezze, hát nem megmondtam, hogy ne kendezzi, te büdös. Engem kendezni, aki 15 évig ettem a császár kenyerét? Én pedig 25 eszendő óta eszem a tulajdon kenyeremet. Te! Helye helye! Mi ez a lárva itt? Ezt engem jelente valással, nemzeti becsületemben sértett meg. Na, aztán hogyan sértette meg Kendet? Lekendezett! Mert ő is engem! S ugye, ha a tekintetes úrnak megengedi, méltóztatik ezt az emancipáció szellemében manapság, szóval tetszik érte? Én az a Mózes. Mi mindjárt egy haza gyermekei, azaz testvérek vagyunk. Fele baráti kötelességünk, hogy ne viszálykodjunk, hanem szeretetben öleljük át egymást. Tekintetes uram, mégis egy zsidó. Tomáj! Elhallgassunk, Kent. Most ez nem aktuális. Majd ha túl leszünk a tisztújításon. Érti, Mátor? Ne féljen, kihúzzuk a napra a derek. Na menjen, ha nem akarja, hogy megháborodjak. Tamásdi, kuss! Igen? Hálás köszönetem, tekintetes úr.
csak a kötelességemet teljesítem. Azért kérettem el egy kis beszédem a magával, Mózes. Kis aki most a fogadójában? Egy pesti ügyvéd, tekintetes uram, bizonyos Heves. Kibérelte volt az egész szürke csacsit 3 napra. Igen, drága finom úr, a jurátus a szintén. Heves úr a fogadót ki számára bérelte ki? 10 szekéren 40 nemes úr érkezett. Mennyi bor van nekik rendelve? Ami beléjük fér tisztelettel. Sőt, még annál is több. A legjobb borból 20 krajcár literje. De egy kicsit csak megkereszteli ön. Inkább magamat kérem, mint a boromot. Az én jó hírem többet ér. Mennyi? Semennyit, tekintetes úr. Na jól van! 100 pengőforintot adok magának, a legrosszabb borával itatja őket, meg a legrosszabb ételt adja nekik. Kicsit megkozmásítja. Érti? Kérem, az lehetetlen. Olyan nincs, hogy lehetetlen. Legfeljebb kevés az a 100. Lehetetlen, kérem! Az az úr becsülettel, továbbá készpénzzel fizet. Az az úr egy veszedelmes felforgató! Ó, nem hiszem én azt. Tegnap egyenesen azt mondta nekem, hogy az ő legnagyobb bártya diadalmaskodik, akkor a legszegényebb zsidó is egyenrangú lesz az egész nemességgel. Mondtam én, hogy felforgató! Na szóval. Na szóval, hát akkor még a végén kiküldte, hogy én mit mondtam önnek. Hát mit? Mondott valamit a tekintetes úr, mert én kérem nem hallottam semmit, egy árva ajánlatot se. Én úgy szólván itt se voltam, legalázatosabb szolgálja a tekintetes Alispán úrnak. Damar! Damar! Ne felejts el! Mózeska, 100 forint! Ismerem én az ilyenek 100 forintjait, mert az ilyeneknél 100 forintnak 50 a fele. Hegyen meg a fészkes fekete fele, nem lehet az ember fából, ki kell rúgni a hátfából. Most majd ingyen adom Heveségnek a boromat. Ne félj, nem felejtettem el, hogy minden közgyűlésen ellenezted az emancipációt. Hogy? Semmi, semmi! Csak félrebeszéltem. Még azt mondják, részeges vagyok, egyik csak a jó bor szeretem nagyon, megverem a csizmán száját, csókolom a babán száját, megverem a babán száját, csókolom a csizmán száját. A kecskének maszkára van, az a Vispán úrnak nagy fája van, rondálat mind a tető, verjetek a jegyesesők. Rondálat mind a tető, verjetek a jegyesesők. Alázatos szolgálja. Jobban meggondolva dolgod, ez a zsidó mégiscsak egy gazember. Utána rúgtadom, és a patyán hozom vissza, ha tetszik a karmit. Ne. De majd emlékeztessen rá a választás után. Ne felejtem el, Arispán uram. Kivittem a kocsmába az 50 a kóbor. Igen, fogyasztják a tisztelt választ. Hát a húst! Hát, az egy kis időbe telhet, amíg a mészáros kiadta pénzt nélkül. Hogy? Hát én nekem lesz. Hát épp ez az. Nem is merem megmondani, hogy mit szólott. Na mi? Kivele? Parancsolj! Az beszélik, hogy a városban más lesz az Alispán, és akkor a tekintetes úr nem fogja kifizetni a hús árát. Nem? Na majd emlékeztessen el a mészáros a választás után. Együtt csípjük el a silóval együtt, jó? Itt van a pénz. Jobban mondva, itt lesz. Járj el, kezd a kocsmákat! Állj, új szavazót szerez! Annyi ezüst 10-es kap tőlem! Majd értek! Jöjjön! Csak egyszer, jöjjön! Na! Jó híreket hoz! Mea culpa, tekintetes uram, de nem vagyok szerencsés új hírekkel udvarolhatni, mikáltal a tekintetes Alispán úr magas kegyét elnyerni remélené. Baj van a tisztújtáskönyv! Nem erről vagyon szó, kérem Alásan, Csupántli, a szépséges menyasszonya, Aranka nagycsár. Csupán, nem lehetett.
Adna Isten, hogy úgy volna. Már esedezést, de ezt a rótóhajtás semmi más, mint csupán, hogy a tekintetes uram boldogsága iránti vágyam. Csolta ki belőle. Ha miért van szó? Aranka nagycsád, ha a szabad magam így kifejeznem, kevéssé lesz az én kegyes pártfogom menyasszony. Nem értem. Alázatos mea culpát kívánok, de argumentálva vagyok róla, hogy ritka búza, ritka árpa, ritka rozs! Hogy jön ez ide? Úgy, hogy ritka búza, ritka árpa, ritka rozs. Tudod, ritka kislány, akit akarod. Nem! Ritka kislány, aki hűséges. Lám az öné, csinos is, okos is, ám de csapodár. Úgyhogy Aranka nagycsár heves urat szereti. Lehetetlen, a bizonyosan csalatkozik ön. Bárcsak, tekintetes uram, bárcsak, de a szemem és a fülem nem csalatkozhatik. Beszél. Igen, is kérem, lássam, mint azt tudni méltóztatik, dr. Langyos főorvos úr kertjében egy szép nagy gesztenyefa díszeleg. Na és semmi köze. Türelemmel kérem, lássam, türelemmel. Én tegnap este felé erre a kára fölmásztam. Fölmászott? Kertál csak, nem kecskebéka? Kecskebéka felmászott a fűszára, annak is a legmagasabb állára. Így sem úgy jó, úgy sem úgy jó, sehogyan se volt az jó. Fölmásztam halázattal. Nem volt nehéz. Tekintetes uram is meg tudnál csinálni huszár létére. Én nem mászom minden pillanatra, hallják! Ne is, tekintetes uram, ne is majd én, ahogy eddig. Mert ugye enélkül, ha nincs, aki mászom, bizony nehéz volna egy ekkora megyét egyedül kormányozni, pláne egy országot ugye bár. Na jó, hallottam. Szorítkozzék! Igenis, kérem, alássam! Tekintélyes romkorona takarásában kilesheted, hogy Aranka nagycsád minő levelet írt, mert ritka búza, ritka árva, ritka rossz! Kérdés, Isfán uram! Ritka búza, kemmi a fog! Engedelmet kérek, a tani és szunyogi nemesek küldöttei kívánnak beszélni a Isfán uram. Most? Igen. Jöjjenek vissza, kis! Az a tárgyom! Jöjjenek meg! Sok válaszó van egy falakban, nem tehetem, hogy ne fogadjam őket. Kérem, uraim, ha miért osztassam? Tamárti, hát nem mondtam kennek, hogy az én érdemlős hívegyek, mindenkor jelentés nélkül bocsássam én! Nagyon örülök a házamnál tisztelni az urakat. Miben leszek szolgálatjukra, nemes barátaim? Az alispánság tekintetibe. Érdekeznénk, kicsinyék, tekintetes uram. Állok rendelkezésükre! Parancsoljanak leülni az atyám fiai. Hajlósi edző urat ismerik. Tekintetes úr, de darban van a dologban egy kis bökkenő. Bökkenő? Amiképpen szúnyogod. Ott is bökkenő? Az. Na, látom én már, bújtogatók jártak az uraknál. Az a testi úr. Ha? Járni éppen jár. Mit na, aztán, válás, ugye? Mire jutottak az urak? Heves úr, annyi szépet és jót ígér. Hogy semmi sem úgy lesz eszár. Na nem minden, másképp. Agró, fabocskoros neves az ember, egy a jussa, négy a Washington alá nem jár senki. Aki magyar fizetést kap. Minden héten ingyen bokrács. Mert ezt az ő legnagyobb pártja el is intézi. Éljen az egyenlőség elhelyen! Ez a lózunk. Ezért aztán mi úgy gondoltuk, hogy oda szavaznak a heves mellé. Szórul, szóra. Mert ugye már kijárna ötrös szekére. Ha járna Tinto. Ezért aztán éljen az egyenlőség.
Nagyon meg vagyok lepve az atyám fiai. És ha valamilyen áldozattal ismét az én egyenlőségem oldalára kormányozhatnám méltóságtokat. Már méltóztassanak, de az urak rútú jégre vitték, ahogy mondani szokás. Minketek, neves embereket. Azt nem minden már engedelmet, ugye? De bizony, mert ha egyenlőség van, akkor a legutolsó paraszt is egyenlő. És az én keresztélén pont erre spekulíroznak. A parasztot akarják fölemelni, viszont a nem parasztból van a legtöbb. De, hogy a csinkorban! Tudják, az ilyen reformer, újító emberek igen beszedelmesek. Mert nem csak a nemeseket akarják egyenlővé tenni a grófokkal, de a parasztot is hozzájuk akarják emelni. Az kéne még csak. Pedig akkor a nemeseknek is adót kellene fizetni. Már pedig én nem fizetek. Úgy csak ilyen egy fillét se. Nemes ember vagyok, még az adósságon se adom meg soha. Én meg megvettem a zsidót. Bizony jött hozzám elkérni pénzét, mert a kúrjám a kisfirály vagyok át! De Gyurka! Mi? A kölyök és a szúnyogjak nagyobb számban vannak, tehát nagyobb jutalmat is kaphatnak, és marad az adómentesség, és lesz még több ingyen bográs. Még szerencse, hogy nem határoztuk el magunkat véglegesen. De most már tudjuk, mit kell tennünk. De mit hatom az urakban? Mint saját úri önmagával. Na hát akkor, a Reform utcai fogadó már várja az urakat, ha mégis úgy gondolnak, minden elő van készítve. Még szerencse, hogy nem határoztuk el magunkat véglegesen. Hát épp meg a Reform utcai... Fogadóba is! Ezt tessék csak megmondani! Éljen, éljen! Éljen, éljen az a listán, akit megint olyan kíván. Nem lesz hitten többet vándor! Éljen, Fortas Valmi Sándor! Nem a kíván, azt a heves, Kálmán, szeretem őt, s forró vágyom vonjam bár megvetését magamra, elnyomja az észszabát. Ma este várom ön pontban éjfélkor a verandán, a cserítség, miként hugom és testvérem aludni fognak. Vessen meg, de jöjjön, jöjjön, jöjjön az ön arankája. Vigyazzuk a szemné! Ez már nem tűnik a dolog! Hallatlan elvetem ültségét, ilyen tiszta férfiúba szemem, mint a tekintet! Hát ez ezt napul a magas művegység rokajája! Hát az a csúcsa! Itt csak a szakítás lehet az egyetlen méltó válasz! Szakítás? Meg a kemboldóba? Bírtuk, amit határosak, akkora erdeje van, hogy ezer sárt is lehet benne okkoltatni! Ezret le kell lőni a fűkövét! Ne rívegyzáljon! Csak nem mondok rá a kezére! Ha szabadna javasolnom, mi is legyünk ott azon az éjfeli találkán. Tetszik tudni, gesztenyefa! Vannak arra eszközök, hogy az ember vigyázzon a madárkájára! Ott lesz! Ne fejszkedjük el, hajut! Hát ebben mi? A Tari és a szúnyogi választók közelednek. Na látja, ez a józan egyszerű nép nem ül fel a népbolondító szívidegende dalokoknak. Beszélj el, remek ide a kéne Balázsson, remek! Most aztán már meghalljuk, hogy dobjuk át ki azt a hamar! Meves, hozza még a leves! Meves, hozza még a leves! Ha mit táborgat kell ilyen? Hát ígérthet! Köszönöm!
Na, akkor ezt nem cselekedj! Micsoda fényes elve! No. Micsoda diadalmas agyvelő tekintetes uram! Oszd meg is! Farkas Fanni! Rohadok halázattal a zseni oltára előtt! És feleség elfelejteni! Este! Kesztenye fa! Nem maradjon meg másodtól, hajunk! Amen! Na, Mózes barátom, itt ez a paks, amit a levél. Küldes a széjjel szaporát. Igenis? Másmét osztat egy parancsolat. Mit csinálnak az én kedves választóim? Isznak, te kitetes uram. A legjobb boromat a dán fölnékik. Tessék csak nyugodni, önnek szól majd a tűzi játék. Tűzi játék? Jól mostapsz, uram. Siessen. Roharok szolgálatját. Kámán. Isten hozott Károly, már azt hittem haragszol. Tegnap óta nem láttalak. A főispánnál időztem. Hosszan. Én hasonlóképpen voltam Berci bácsinál. Jelölt vagyok az alispánságra. Én is. Fekete uram! A fekete medvében új tanyát nyitottak. No, aztán kinek? Hát a tekintetes szolgabíró úr neve van hangoztatva. Az enyém? Ejj, a kő! Nézzenek csak oda! Vivált! Miki nem terül itten? A szigorú erkölcsbíró is korteskedik? Tanyát nyit? Bortmér a válaszszóknak? Korrumpálice? Kámán, becsületemre mondom, én erről semmit sem tudok. Én senkit nem hatalmaztam fel. A tanyát langyos főorvos nyitál meg, és az első korteseket is ő vezette oda. Ezt nevezem! Langyos főorvos? Langyos. Darabos, menjen és nézz át oda lent a pesti újságokat! Igenis. Tehát a főorvos úr korteskedik melletted. Hát, erre bizonyosan a felesége írta rá. Csinos asszony, te meg tetszel neki. Szegény együgyű férj. Megállj, fékezd a nyelved, mert arra teszek! Te nyújtja! Legalább jó sajtóm lesz. Megvédek a firkalisták, hogy rivális a pofon teremté, a legnagyobb pár esélyes jelölőkét. Már látom is lelki szemeimmel. Szolgabíró pof a szabadság orcáján. Csak tessék! Gondolj inkább a magad ügyével. Vett tudomás, hogy Aranka téged nem szeret. Levél a tekintetes úrra. Az a szobalány hozta a főorvos úréktól, aki a vendéglátságával érkezett Pestről. Nelly, meglátod, hogy igazam volt. Visszavonja az ígéret. Na ugye? Más szeret. Még hogy mást? Még hogy visszavonja? Olvasd csak! Úgy vélem megmutathatom, elvégre a mennyasszonyom. És nincs abban semmi, ha nem mivel forró szerelmével éjféli talánkára indít át. Talánkára? Olvasd csak! Ismered az írását, nem? Ismered. Nos? Nem szeret! Felejtsd el, amit az előbb mondtam. Örülj a szerencsédnek. Roskomám, mi újság? Valami aranyos, meg virágos nevű bőr. Azzal ingeri a bocskoros nemességet, hogy eztel egysorba kell üljön a paraszttal. Ügyes! Ez farkasfalvi kezejátéka. Így igaz, de meg kell mondjam, tekintetes uram, hogy sok az ingadozon, s azok most kezdenek odafele nyugodni. Nos, rólam? Rólam mit beszélnek? Hát, hogy a tekintetes heves úr és pártja túl heves, kérem. Hogy mindent egyszerre vagy? Egyszerre? Írja össze, aki ezt mondja, látni akarom mint. Gondom lesz rájuk. Most pedig, ide figyeljen, darabos! Bejárja farkasfalvi tanyáit. És ott, ahol a heves névre nem hajlanak, a legnagyobb erővel proponírozza az én tornyai barátomat. Tornyait? Nem értem. Nem érti. Hát hogy lesz magával állam, férfi, ha? Farkasfalvi táborát meg kell osztani. Mit ártasz, ha tornyai kap pár száz voksot?
Farkas valami gyengül, én megerősödöm. Na, indulás! Ezt az éjszakát még virrasszuk át a haladás punnyadt ellenszélben csapdosó fátlalángja mellett. Aztán majd bőjutalmunképpen aludhatunk a pont pihegő kemelén. Ezt is leérjeszteni a későbbiekre. Igenis, tökéletesen értem a tekintetes urat. Akár ezer éjszakát is átvirrasztunk. Aki magyar, velünk virraszt! Úgy is aludt a magyar ezer évig. Bravo! Jó lenne, ha nyernénk. Rám férne már megint egy kis. Mert nem loptam én életemben. Csak egy kicsit megtévedtem. Mégis rám verték a vasat. Babák szíve majd megtasadt. Mégis rám verték a vasat. Meggyógyítom a negyednapos lázat, mint sem ezeket rávegyem valamire is. Ki a vivát, te Filko? Tornyai! Halljuk? Ki a vivát? Heves vivát! Heves! Nincs volt a hamarabb ültetni a parasztjákot a neves! A parasztal egy szorba! Tiszi, főorvos
Minket nem a gondolkodásért fizetnek, hanem a választásért! Éjjel! Akit neves uraimnék akarnak! Éjjel! Na ki legyen? Ott vagy! Ki, Tom, ki? Szócsépvése, mi nekünk nincs idég. Mi nékünk? Holnap hajnali 5 órakor el Köln a vármegye házát foglalni. Az emberek már ott gyülekeznek, csak ránk várnak, hogy kiálljuk a parancsot. Ezek szerint akkor neves uraimnék! Farkasvári emberek! Igen! Ben! Életünk egy halálunk, Farkasvári az Istvánunk, mert a farkas hasznos állat, valamelye is szólálunk, mert a farkas hasznos állat, valamelye is szólálunk, valamelye is szólálunk, az amit mi boldog jövessék kíván, mindnyájunknak! Ékem! Te csak nem az adóügyibe jött a jurátus úr. Jól mondja, hajítsuk ki! Hajítsuk! Nem uraim! Mit uraim? Hogy képzelik? Nemes ember miért fizetne adót? Én csak megszabályoztam módot, tehát betérek a barátom ura méghoz egy ital borra. Na, igyék kend, aztán eligyen Isten érire. Na, hát ez már csak sok! Hogy meg akarnak engemet ölni ez a pocsadék! Már ugye, ahogy akarnám, mi megölni az ölt. Na, megölni éppen megölhetnénk, hiszen... Neves emberek vagyunk! Ember! Neves! Aztán melyik belérik ezt a figyúrékat? 8 kreutzerrel van! 8 kreutzáros ura, hosszát válaszok okos gyülekezetinek! Hát így leadjuk a délos Magmozsar bácsi! Ó, tempúra, ó, mores! Igaza, hát mores meg ne húzni! Igazi a razgóriak, ez tényleg így urik a tóra. Hát ettől csak megpunnyadnak a nemes uraimék, hanem volna egy ajánlatom. No, egy pint valóságos 20 rajcáros. Tár meggyógyítanák egyelmetek nemes belsejét. Jöjjenek velem, szívesen látom mindjárt egy pintre! Két pintre! Vagy akárhányanak anyánkon! Éjjel! Valók ugyan annyi Buda jóbor, hogy a Dudát is pirosnak östeni! Na gyerek! No, no! Az ellenség viperálni fészkén. Ugyan kérem, bármikor visszajöhetnek a kedvem tartja. De hiszen nem minden a politika. Nem. Mi a patvar? Hát nem szabad már a nemes ember! Nem tehet, amit csak akar! De! Mik használjuk, amit csak akarunk? Hát azt mondom, hogy az ilyen szíves meghívást nem illik visszautasítani. Ruccanjuk át! Rucca! Szászónak is egy a vége. Mi legyen az? Jó borrak is. Örül! A gépát! Túl a Dunán, túl a Tiszán, nyolc rajcárost meg nem tudom én! Túl a Dunán, túl a Tiszán, ez aztán ügyes! Hát így! Éjjel farkas valami! Éjjel heves! Nem színjeli magát, nemes ember létére két színűsködik itt. Miért? Becsületes választó vagyok, annyi színű vagyok, ahány a fizetség. Na de hát tisztességes magyar ember nem annak adja a voksát, aki fizet érte. Jaj, de szépen mondja az úr. Igaza is van. Nem annak. Hát akkor kinek a vivár? Na hát... Éljen tornyai! Ilyen tornyai. Ilyen tornyai! Ilyen tornyai! Ilyen tornyai! Ne kiszóljon a tűzijáték! Lyuk! 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 Lyukos a szisztéma teteje! Be! 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 Csapják, hogy a hó előjön. Igényednek szépen és jól.
hogy leszek a közelben. Férjed a rendelőben horkol, úgy kifárasztotta a korteskedést. De mi lesz, ha fölébred, Rudolf? Minden tagom reszket. A heves reálmeli megvető tekintetét én bizony mondom el a lélok. Megvető tekintetét? Inkább a szerelmes tekintetétől félj. Bár aztán nem is volna ellenedre. Hogy mondhatsz ilyet? Egészen összezavarsz, ő egy úriemberes, falfi, nemes jellemek. Jaj, nem van minden. Igen, asszonyom. Alszik. Jöhet a lovag. Kérem. Lovag? Miféle lovag? Talán el se jön. Úgy van. Ha én hívom, jön. Nincs lovag, aki nem jön. Muzsika is van, csókolom. Kortárs csapatok járják az utcákat, még jó, hogy össze nem verekednek. Istenem, éjfél! Minden éjszakben lesz! Mondtam, hogy itt leszek a közelben! Gyerünk be! Emelkedett gondolatú hölgyön, asszonyom. Ön aztán törhetetlen híve a haladásnak. Szinte látom, ahogy az előítéletek minden egyes bilincsét ledobja magáról. Uram, hogy téved! Ezzel bocsánat, én azt hittem, kérem, hát ez csak úgy roppantul meglep. Itt valami fatális. Testvérem nevében írtam önnek. Vagy úgy. Nagy sám szerzi azt a levélkét? Nem mertem a magam nevében írni, hiszen akkor nyilván nem jött volna el. Na csak találkozni akart velem? Mindent értek. Kérem, egész valómat a forró jég önti el a gondolatra, hogy miként fogom felőlem ítélni. Miként fogok ítélni? Aki tudta, csak egy angyal. Egy emelkedett, haladó jellem, egy lánkebel, egy rózsa orca, egy Vénusz alkat. Ó, uram, elfúl a szabad. Bocsássa meg! Nagycsád, édes nagycsád! Bátran döntse ki forró habdogáját szívem mederébe, hol a legtübörgőbb viszonzásra talál. Uram! Arcomat a szemérem lángpallosa égeti, hogy így kell önhöz szólalom. De nem tehetek mást. Szívem szózatát az ész fagylaló intésével nem némíthatom el. Könyörüljön bűnös gyöngeségemet, s ne forduljon megvetéssel tőlem el, ki a legszentebbet áldoztam fel a vétkes indulatnak, mely az ön legelső megpillantásakor egész valómat megrendíti. Édes! De nagycsád, édes nagycsád! Hát elfödje már a ragyogó csillagokat, amelyekből a mennyek üdvéit felé! Sose hívjam ez idáig, hogy rokon szívek első dobbanásukkor megösverik egymást! De vidőn önt meglátva a nagycsádos asszonyom, a rokon szem édeni húrjai egész valomban bongni kezdettek! Mennyi szókat hallik a fülemben vízhangozni? Ez az, kiért élned, ha hallnod kell, dr. Heves Kálmán! És szegény testvérem! Mindnek a szőke ünnekem, mikor a barnát szeretem, neki a földön párja nincs, de még a mennyországban sincs. Eszem a szemed mindenit, nézzed rám, mert megvakít. A pici szállal csókolom, az éve szállok.
látni szeretni, annak jött egyszer is megpillantál. Forró kezét kezében tartál, pillantásának között. Nem veszi arakát, nő! Nem mindegy, ezt miért ne venném? Édes! Édes! Kérdezi ön, hogy miért nem? Miért lennénk az elődélete képszerű állatja, asszonyom? Az életviszonyok bilincsei mit árthatnak a valódi szerelemnek? Lám, ön is mindegy férjel. Mégis megvallotta nekem valódi érzelmeit. De ha ő szeret engem, miért nem akarja életem testvérem kezét feláldozni? Mert ön feláldozná férjét, hajlékát, jó hírét? Igen. 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 Mi is a mennyi füleinek nagysán? Híva haza, ha jön! Hazudsza minden! Az utca köz! És utána nagyon régen ezzel! Az Isten adta még! Hal is fel leszek! A leggazdagabb ökférje! És a legszebb teremtés szívének! Titkos birtokosa! Elvenni a magát? Mit arányik ez egy aranka, egy akárki? Nézd! Én elébet hullok! És térdemiglen megesküszöm, hogy téged! Csak téged szeretlek, te aktal, te! Imádolat! Ó, Kolmar! Természetes, hogy engem nem vehet nő az ügyvéd úr. Nelly, egy pohár vizet, testvérem. Ez, bocsám, ez tévedés. Tévedés? Fotán is. Én mindent megmagyarázok. Esküszöm a látszat. Megérkedem, ellenem szól. Ön fölindultságában a személynek hisz, nem nekem. Hagyj el, ügyvéd úr! Nem a gyűldében van, hanem a slavasztikában. Kérem, ez kapitán. Nem, még egy pohár vizet, az ügyvéd úr is rosszul van. Azt mondom, én mindent megmagyarázok. Nem szükséges. Inkább én magyarázok meg valamit. Egy pillanatig se higgye, hogy szegény Jambor testvérem az ön férfiúi kelleme folytán valóban megfeledkezett házassági kötelességéről. A levelet én írtam. Ön? Nem akartam kísérteni az ügyvéd úr hűségét. És amit láttam, remekül kiállott a próbát. Tiltakozom! A leghatározottabban ön engem kelepcébe csalt. Úgy van. És mindez miért? Azért, mert farkasfalvit szereti. Bizony! Egy letűnt maradikor huszár mumiáját! Na de... Vegye tudomásul a magyarság, hogy én legnagyobb pártom minden erejével, melyet a magyarság, a magyar jövő legbensőbb hajtányának se, túlzást ne veszek mi, kihajkurászom a diadalt, és ön vízvást papírozva lenne a neves fifikáimtól, amelyekkel urvászik az elkorcsosult habokon. Kíváncsi! Csak jól fogódkodjék meg a nagysem. Mert ez az egész csak politikai cselekben volt. Csillapuljanak! Én leszek az Anispán, és nekem szól majd a tűzi játék. Au revoir, hölgyeim! Uram! Én nekünk volt félre a félreértés volt! Még bocsássak utamra a főorvosunk! És ajánlom, ne avatkozik vele a nagy politikába! Én mindent láttam, mindent hallottam! Uram, hogyha holnap nekem meg nem jelenik nálam pár bajra! Revansírozás véget! Én önt nyilvánosan megszégyenítem! És lehalázandolom! Állok elébe! Nem akartam előtt látkozni. Felugrottam
szokásaink szerint. Nagy alapjelje, búsulj a való! Lányék, búsulni nem jó, van az én szívemben. Búszerelem találom. Több, mint a nagy erdő. A megyei közgyűléseken a politikai vélemény tanulja. Ha már felvilágosult napjainkban, az asszonyoktól is megkívántatik, hogy a napi kérdésekről szólni tudjanak. Különben még műveletleneknek tartanak. Annyit, amennyit a társalgási szüksége múlhatatlanul megkíván, üres óráinkban a hírlapokból is megtudhatjuk. Krisztián! Isten hozta, foglalni a helyet! Talán már megvolt a tisztújítás! És örök újjal ispán nevét hozta! A tisztújítás eredményéről semmit sem tudok. Az új alispán nem éleszek. De a mostani állásomban megmaradok. Magas a polcra. Nem kívánkozom. Úgy! Isten önnel! Nem emlékszik ön, hogy Aronfa az alispánnak ígérte a kezét? Emlékszem. És mégsem ivarkodott azzal lenni? Könnyebben meg tudja tartani adott szavát, ha más lesz az alispán, mint hogy engem választottak volna meg. Aranka, Kálmán szereti. Forró szereti. Hol van gyanítja ön ezt? Gyanítom? Én nem gyanítom, hanem biztosan tudom. A boldog vetítés útjába állni nem fogok. Ezennel önként visszalépek. Gyere, Udrik utvára! Ezek a sárgazdága! Övess a kod bennünk! Övess a gazdága! Téged mutta verte, engem kacagással! Gyere, Udrik, majd csak, meg leszünk egymással! Kálmán lesz az új alispán! Ezt Aranka bizonyosan tudhat előre! Ezért nyilatkozott, hogy merész határozottságra. Méltóztassék megmondani a szívközvegynek. A szerelmet nem is. De legalább nyíltságot és őszinteséget vártam volna. Na, de mellett megyünk, mint kívül.
Miért bántott így velünk? Egyikünk sem tudja. A házasságához sok szerencsét kívánok! Legyen boldog! Ne könnyezzünk bajtást! Menjünk csak előre! Majd csak megpihenünk künne a temetőbe. Károly! Nagyon örvendek, hogy itt látom úri baráti uramat. Csak néha nem is láttalak. Pedig ugye igen, nagyon óhajtottál megpillantani, édeském. Most meg be elsápadtál. Igazán nem értelek. Ó, az gyakran előfordul, hogy az asszonyok nem értik a férjüket, de annál inkább megértenek más férfiakat. Nem tudom, mit gondoljak. Mindent tudok. Vállópört indítok. Úri baráti uram, a legnagyobb fölindulásban lát maga előtt. Én nekem a szívemet, ha valaki előtt ki kell ömlesztenem. Mi történt? Mi történt, mi történt? Meg vagyok gyalázva, becsületem oda, családi boldogságom, békességem, meggyilkoltatott. Az lehetetlen. Kitette? Kitette, kitette az ön híres pesti barátja. Az a Heves! A Kálmán? A Kálmán! A Kálmán! Ezt is! Ezt is! Öj, a dögvészforgó szele futta ide, hogy életbámat halálra sejvessze! De majd én megmutatom, hogy a béketűrő bárány is tud farkassá változni, hogyha igen, nagyon ingerlik. Én ma reggelre ide rendeltem, de hogyha nem jön el, én vadász puskámmal a nyíltott szellemem le, mint egy csirke! Fiatos úr! Mi van? Mi zavarsz itt bennünket? Fáj a fejem. Szédülésem van! Kaphatnék abból az orvosságból, amiből tegnap tetszett adni? Mindjárt hozom az orvosságot. Jó, most nem kell bemenni a rendelőnek? Nem! Dornyai uram, nem akarja meglátogatni aranykanadságos asszonyt? Nem! Ő küldött ki? Nem! Én csak ugyan rosszul vagyok. Adok egy kis orvosságocskát, tessék. Tekintetes főorvos uram, tegnap jobban megtetszett gyógyítani. Abból a másik orvosságból nem kettőt, hanem tizet tetszett adni. A tizet tetszett? Jó, menj már, erik már, erik már! Akkor jelentem Tornyai uramat a rangkanadságos asszonynak. Lábadozom. Barátom! Mi történt? Mi történt? Mi történt? Azt sem tudom, hogy hol kezdjem. Este lefekszem, fáradtan elszúzandva. Minek utána olyan tevékenységet kellett ugye folytatnom az ön javára, már megengedjen az igen tisztelt szolgabíró úr, amit se testem, se lelkem. Na jó, de ez nem tartozik ide. Hanem egyszer csak arra ébredek, hogy feleségem ennek a Hevesnek szerelmi ömledezései által múlattatja magát. Az lehetetlen. Én csalatkozott. A szolgabíró úrtán azt állítja, hogy a szarvaimtól nem látám, amit pedig tisztán és világosan láttam, hogy ez a Heves ott petrengett, volt nőm előtt térden. Hogy főorvos úr, nem a feleségét látta, hanem aranykanadságot. Sógornőmet? Bizonyítékai vannak rá, hogy ő volt. A szolgabíró úr talán ott valahogy így ténybeli állításra ragadtatá magát? Nem balékod, de a saját szememmel olvastam a levelet, amelyben az én reménybeli mátkám éjféli találkozóra hívta Heves barátomat. A szolgabíró úr ezek szerint azt merészeli állítani, hogy feleségem nem csalt meg engem? Ahogy ön azt merészeli, hogy nem csalt meg az én mátkám! Tessék bizonyítékkal szolgálni! Tessék önnek bizonyítékkal szolgálni! Rendben! Tusték szóló főnagyságával! Aki kénytelen lesz az ön szemére mondani, hogy a megcsalatot én vagyok! Lárikum, fárikum! A megcsalatot én vagyok! A megcsalatot én vagyok! A megcsalatot én vagyok! Na, neked!
Kívánsága szerint megjelentem. Tessék! Válaszol a főorvos úr! Lépjük ki a távolságot, nem érek rá! Vertály úrra kérdetik a tisztújítás eredményét. Főorvosunknak is jobb egy ügyvéddel, mint egy alispárnal párbajozni. Hát, rém az agarakkal! Hát csak nem fogom az életemet kockáztatni egy ilyen kémotosz némberért, aki így gyalázatosan megcsalt engem. Akkor mit kíván a főorvos úr? Egy aláírást! Egy aláírást. Családnőmtől elválok. Ön pedig aláírja ezt a nyilatkozatot, melyben kinyilvánítja, hogy ön elcsábítá feleségemet. Aláírni! Így gyomorra! Előszor sem lehet. Tessék aláírni! Kényszeríteni fogom, ha eddig nem bevé észre, fegyver van nálam. Nálam kettő is! Siessünk! Fertály óra múlva firkalistákkal találkozom, akik már mind tűkön ülnek, világgá küldölni a gyűjt! Én nem állapjok magamért én! De főorvos úr! Főorvos úr! Gyerünk! Tessék aláírni! Főorvos úr! Főorvos úr! Ez az egész, hogy úgy mondjam, egy sajnálatos félreértés. Szóval se többet! Én egy ilyen tajka mesét tímen veszek! Hiába beszéltek össze a szolgabíró úrral! Oda! Igen, az ön barátja azt próbálá véjadni nékem, hogy Aranka hitta önt éjféli találkára. Tehát Tornyai elárulta! Aki itt elárultatott, az én vagyok! Tornyai igazat mondott, főorvos úr! Nem szívesen nyújtom át egy hölgy ominózumát, de itt a levél, a mennyasszonyomé, főorvos úr! Ez csodálatos, és csak ugyan nem feleségem írása, hanem Arankáé. És csak ugyan az ügyvéd úrhoz címezett, micsoda kázus, én meg esküdni mertem volna, hogy az ügyvéd urat láttam feleségem előtt érte. Aranka nagysád vala az, főorvos úr! A hold épp a felhők közt bujkácson álomítas volt. Micsoda félreértés! Micsoda félreértés! Micsoda félreértés! Szabadjon a bocsánatáért esedeznem, tekintetes uram! Voltaképpen haragudnom kéne, akár még következményekig len is. Na de hát igazán tekintetes, Alispán úr, gondolja, szabadjon prejudikálnom, gondolja csak meg, mindahányan gyarló emberek vagyunk. Már aki. Na de, spondyárum. Szabadjon meginvitálnom, Nem bírom, és egyébként is, mint már említettem, hamaros... Már azok a zsurnál firkalisták, azok csak hadd várjanak. Ez a legjobb gyógyszerem. Papra morbus hungaricus. Tessék, hogy... a második már orvosság. De hiszen így! Részeg leszek pajtás, mint a csapha! Tele iszom pálinkával magamat. Akkor aztán! Hazamennék, de már nem tudok. Már hat és ha hajnalig pajtás nálad maradok. Akkor aztán hazamennék, de már nem tudok. És hajnalig pajtás nálad maradok. Tetszik parancsolni a pisztolókat, vagy esetleg vigyem én? Ha a közter viselés szentügyét nézem, akár vihetném is. Ám ha a főorvos úrnak szabad akaratából cipelni méltóztatik, erre az akaratra a legnagyobb respektussal kell lennem. Akkor aztán hazamennék. És hajnali pajtás.
és csak is e véget írtam az ön kéfuvalkodott barátjának, és találkára hívtam. Olvastam a levelet. Magam helyett szegény zavart testvéremet ültettem az éjnakba, és midőn heves felismerte, a legnagyobb forrósággal kezdte neki udvarolni, miközben rólam és Frigyünkről arca piritérmad nyilatkozott. Ekkor én előjöttem, és adott szavam úrinő mód tőle visszavettem, hogy kezem immáron bízvást az öné lehessen. Éljen Bornyai Károly! Vármegyek újra is várja! Mi által bízott ön abban, hogy én leszek megválasztva? Mert szeretem önt, és mert a magam eszközeivel megtettem önért, amit tehettem. Kit csak rózsám hallod, a csoda régi mondát hallod, sej hajdú hangádom, mi csoda csárdás tenged az én primásom, ott hát rám járjad, szándéke, makulát sokszorosan szentesíti. Élen tekintetes Hornyai Károly, vármegyék új arispánja! Szeretem, és ő is szeret engem. Hogyan? Úgy van, ő is szeret engem. És mindent megtett annak érdekében, hogy a nemesség engem válasszon meg új harispánnak. Még téged is eszköznek használt fel. Darabos. Nagyságos asszonyom! Nagyságos asszonyom! Nagyságos asszonyom! Lám a szolgabér úr már itt is van, ki a per pillanatban alispánnál látszik lenni, mégpedig a heves ügyvéd úr táborának rút átszavazatával. Na de erre az én legnagyobb pártom csattanós válasz munkálat ki. Ne na de nem elezettem, hanem önöld nagysáros asszonyom. Jókkal vagyok szerencsés bátorítni, hogy ne kösse magát mereven korábbi nyilatkozatához. Ittán szegjen meg a szavam. Merjen a szívére hallgatni, nagyság. A politikán túl is van élet, továbbá jókkal vagyok szerencsés bátorítni, hogy ezentúl magasabb polcon szerencséltem a hon szolgálni, s annak túls javatal majd az ön lábányi borít. Éppen ezért! Este a lefekszik álmat, hozzon rólam, állandóan lesek, elátkozott próbát, vele se hálóják, látó fenekében. Halászok ki engem, hálás leszek érte, szintem hogy legyen szerencsém. A rendszer hallója, halászok ki engem, hálás
Spalvi úr. Köszönöm. De én adott szavamat megtartom, és Tornyai Alispánné leszek. Éljen Tornyai Károlyné! Na, de eljön még az igazság pillanata, és akkor lesz le mulas! És most jöhet a tűzijáték! Sajnos nem volt több pénz a kasszában. Kölcsönből csak ilyen kurtára futotta. Kurta vagy nem kurta, szabadjon hosszú, boldog házasságot kívánunk az Alispán úréknak. Kurta tűzi játék, hosszú házasság. És most engedtessék meg nekem, hogy elkísérhessem a tekintetes Alispán urat a gyűlésbe. Köszönjük, Hajlósi úr, de az Alispán úr más munkatársakot fog maga mellé választani. Igen? Igen. Igen! Ki? Igen! Igen az én... Derek! Igen! Megfontolt!